Szent Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. A mi szívünkben egyformán kedves minden pályázónk és minden alkotás. Legyen az díjazott vagy sem, érkezzen bárhonnan a Kárpát-medencéből vagy a nagyvilágból. De ma engedelmükkel két kárpátaljai díjazottunk pályamunkáját emelném ki, nem véletlenül. Ma minden eddiginél jobban, ezért a Kárpátaljáért aggódunk, amelynek igazi neve Ezüstföld, amelyik egy volt Erdély tündékertjével és az Alföld végtelennyével, ahonnan a Kárpátok hágóiról vagy épp a munkácsi Várdombról át lehetett integetni Zemplén magaslatai felé. Ma azt a Kárpátalját óvnánk, ahol az anyánk úgy öleli keblükre a gyermekeiket, mint a képen látható ifjú hölgy a Kárpát-medencét. Éppen ezért arra hívom önöket, miniszterelnök helyettes urat elsősorban, hogy a kárpátaljai vendégeinknek egy-egy csokor virágot ennek szimbolizálásaként adjunk át. Drága Mária, kedves házigazdánk, tisztelt tanár úr, szeretett nemzet és honfitársaim! Bölcsen döntött a Magyar Országgyűlés, amikor megalkotta azt a jogszabályt, amely kimondja, hogy legyen a nemzeti zászlónak és nemzeti címerünknek napja. És azt is bölcsen tette az Országgyűlés, hogy ezt március 15-éhez kapcsolva március 16-ára tette, hiszen a piros-fehér-zöld, mint kokárda, az március 15-éhez kötődik, és a zászlónk is a dicsőséges tavaszi hadjárathoz, és mind ahhoz, ami 48-49 körül történt. Most azért érdemes elgondolkodnunk, hogy tulajdonképpen mi az értelme a szimbólumoknak, hiszen magyarok vagyunk, mert van egy zseniális magyar nyelvünk, aminek a segítségével el tudjuk gondolni a világot. Azért gondolom, hogy óriási jelentősége van ennek a rajzpályázatnak. Mert egyfelől fontos, hogy a gyerekek megéljék tudatosan azt, hogy mit jelent a piros-fehér-zöld, mit jelent a kokárda, mit jelent a nemzeti címer. De másfelől a ti rajzaitok nem csak számotokra tudatosítja azt, hogy mit jelent a magyar nemzethez való tartozás, hanem személy szerint engem, tanárurat, Jenőt, mindannyiunkat megerősít abban, hogy azok a magyarok, először is minden magyar, most aki Somogy megyébe él, meg aki mondjuk Szeged-Csanád megyébe él, az is érdekes, hiszen egy más tája az országnak, de egészen különleges módon megerősít minket a magyarságunkban az, amikor mondjuk egy kárpátaljai gyerek rajzolja le, hogy neki mit jelent a magyar zászló. És ő a legnehezebb körülmények között hogy éli meg ezáltal a magyar nemzethez való tartozást. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, tisztelt elnök úr, és nem utolsó sorban mindannyiunk által szeretett és tisztelt kedves Mária néni. A rajzpályázat zsűrijének a nevében mondanék pár gondolatot. Mint minden zsűri azt szokta mondani, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt. Na most én nem így kezdem, mert ez egy banalitás. Én úgy kezdem, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Mégpedig azért, mert nagyon sok kép érkezett. Eddig is sok érkezett, most is sok érkezett. És ami ennél lényegesebb, minden kép nagyon magas színvonalú. Ezt most nagyon komolyan mondom. A zsűrinek a munkája az két részre oszlik. Az egyik részben elbíráljuk a kisgyermekeknek a rajzait. Ez az óvodáskortól a kisiskolás korig, tehát a negyedik-ötödik osztályig. Utána pedig az ötödik osztálytól fölfelé. A rajzal egyfajta esztétikai érzék is növekszik.
És végül a gyerekekhez pár szót. Gyerekek, fessetek és rajzoljatok sokat. Minél többen, mert nagy boldogság, aki fest és rajzol, az tudja, hogy ez nagy boldogság. És én kívánom, kedves gyerekek, hogy legyetek boldogok. Az előbb művész kollégám azt mondta, hogy nem szeretné használni ezt a közhelyt, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt. Engedjétek meg, hogy én most ennek a közhelynek értelmet adjak. Mert a zsűrinek azért van mindig nehéz dolga, mert hogy választania kell. 2022 választás éve. Két nappal vagyunk március 15-e után. Akkor 1848-ban is a választás éve volt. És az volt a kérdés, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Petőfi azt mondja, ez a kérdés. Válasszatok. Kedves barátaim, nekünk magyaroknak minden év választási év. Minden ünnepnap és minden hétköznap is az. Mert nekünk magyaroknak itt a Kárpát-medencében minden nap választanunk kell. Az identitás ugyanis a legnagyobb választás. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Valóháncse esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt vannak, most akarják kiirtani, de jó az Isten, és nem engedi.